Második nap reggel. Reggeli előtt vagyunk. A lányok szakasza. A lányok szakasza előtt vagyunk. Dávid rutinosan készíti a lányok pontját. Laura a másik segítő. Készülnek a fellépési frizurák. Zsuzsanyi is készül a reggelire, de minden percet ki használ a reggeli előtt még, hogy néhány táncelemet beállítson a gyerekeknek. Ugye ez rám van 12, és utána van egy rövid szület. Milyen értékű szület? Reggeli. Elő. Kukorica, behelyez. És ez már a reggeli utáni közös próba ismét. Reggeli és a reggeli próba után a kis csapat ismerkedik Ivanis Drújjal, sétára indultunk. Akkor tényleg úgy néz ki, mint a kiszáradtál. Lombhullató fenyő. Igen. Egyetlen fenyő. Na most érdekes az, hogy a vörös fenyő egy vízes környezetben nem megy tönkre, csak megkeményedik. Például a magyar parlament az ilyen aszlapokon áll. Tehát több ezer fenyők a aszlap van alatta, és akkor az egész alapot, beton alapot erre. Nem veszek semmit. 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 Nem veszek semm
És ott a sarokban ott lehet ilyen kazakat, krémeket, ilyen fürdősukat. Ezt nekem nektek, mert ennyit is szépek van. Na, a séta közben megálltunk egy kicsit lassulni. Hát nézzük, milyen szép sütit ezt. Ezt a 700-et. Ez fagyi is, meg süti is egy. Egy kis pihenő után elindultunk Ljubatovába. Ó, de nagy szél volt. És ott lesz az első gyerekek, fellépésünk. Meg kisgyerekek, nagygyerekek, meg legnagyobb gyerekek. Ez felnőttekre vonatkozik. Most megyünk dolgozni. Van egy kis időnk még. Mindenki koncentráljon, szálljon be magába,